A legfrissebb hírek szerint doppingolt egy magyar kajakos, egy hónappal az olimpia előtt bukott le. Egyelőre titkolják, hogy ki az, és egy másik történettel is foglalkozunk, méghozzá azzal, hogy több nőre is rátámadt egy másik olimpikon. Így van, szombaton este a Gosdú udvar egyik szórakozóhelyén történt mindez. A Riposzt írta meg, hogy a részeg sportoló először koktélt és sört locsolt a lányokra, majd amikor ők ezt szóvá tették, akkor a földre és a falnak lögdöste őket. A Mokkában most Bárdossy Sándor olimpiai ezüstérmes birkózóval és Strober Klárával, márka szakértővel beszélgetünk. Kezét csokrom, köszönjük szépen, hogy itt van. Jó reggelt kívánok. Először felhívjuk Sándort, mert hogy érdeklődnénk afelől. Jó reggelt, Sándor, hallasz bennünket? Igen, hallok, itt vagyok. Szóval, hogy téged sokat látni a képernyőn, neked tudatos választás volt az, hogy ilyenfajta életet élsz, hogy miután volt egy nagyon sikeres sportolói karriered, még inkább magadat kifelé mutatod? Őszintén. Igen. Hát ennek egy része tudatos, de a másik része nem igazán. Tehát az, és most már sok év alatt én már megszoktam, hogy az ember nem mehet el a barátaival meginni egy sört, mert akkor másnap megírják, hogy alkoholista. Tehát most már így megszoktam ezt, ráadásul a családommal, tehát én nekem már ilyen gondjaim régóta nincsenek, ami most itt történt ugye ezzel a sráccal, de ez egy baromi nehéz dolog, és ezt én nem is tudom, hogy... De te mit javasolnál? Álljanak ki a nyilvánosság elé? Én egyébként mindig azt mondtam, hogy úgy tesz a legkevesebb rombolást, tisztítást, mert nagy baromságot csinált nyilvánvalóan, de úgy tesz magának a legjobbat szerintem, hogyha viszi azt, amit tett. Tehát, nehéz ezt a Rio olimpia előtt megtenni. Jó, de ha hazudozik össze-vissza és nem mondja el a frankot, akkor azt a néző meg mi is tudni fogjuk, pontosan látni fogjuk, hogy mi az igazság, és akkor azt mondjuk, hogy hát ez egy kamucsávó. De hogyha viszont elmondja az őszintét, elmondja azt, hogy hát figyeljetek, berúgtam, fia voltam, vagy mit mond a lényeg, hogy az igazságot mondja, akkor viszont azt mondják, hogy hát végül is, jó, hát elrontottam, de azért... Hát emberből vagyunk, mindannyian megbocsájtunk. De mit mond a márka szakértő? Egy ebben az esetben hogyan kell viselkedni egy olyan embernek, aki egyébként köztiszteletben álló, mert Magyarországon a sportolók azért... Rendkívüli módon így van. Megbecsültek, pontosan. Tehát azért attól, hogy valaki ismert, nem feltétlenül márka önmagában, hiszen a márkaépítésnek azért vannak olyan kritériumai, amik bizonyos tudatosságot feltételeznek. Tehát jelen esetben név nélkül azt tudjuk, hogy valaki letett egy nagy teljesítményt, tehetséges, jó képességei vannak, de ettől még önmagában nem feltétlenül egy márka. Önmagában mit tud tenni a PR szakértő, hogy mondjuk visszaépítse a sportoló felé a bizalmat, a hitet, vagy hogy egyáltalán arra a helyre kerüljön vissza, ahol ő egyébként az eredményei alapján kell, hogy visszakapcsolódva az előbbi vélemény, én is azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy nagyon gyorsan elmondani, hogy mi történt, nagyon röviden lezárni, levonni a tanulságokat, most nyilván arra kell koncentrálnia, hogy a teljesítményét, amiért egyébként őt valójában ismerjük és szeretjük, ezt ki tudja hozni magából a következő versenyen, és aztán utána nyilván, amikor ezen túl van, akkor foglalkozni kell ezzel az esettel is alaposan. Azt gondolom egyébként, hogy ez azért egy kis csintevéstől azért több, amit én erről olvastam. Igen. Tehát azért valószínűleg ez egy komolyabb dolog, azt gondolom, hogy nem kellene bagatelizálni, ami történt, ha kiderül majd, hogy valójában mit történt. Hát különösen egy férfi nőket bántalmazott ilyen tekintetben, meglökött a földre. Konkrét esetben nyilván nem tudunk nyilatkozni, mert nem, én személy szerint nem voltam ott, de az biztos, hogy ezzel neki nagyon komolyan kell foglalkozni, hogyha szeretne a továbbiakban márkaértéket, üzleti értéket képviselő ugye emberként maradni. Nem szeretünk általában személyeskedni, de például Sanyi is, aki ugye itt van a telefonvonal túlsó végén, tehát neki is volt egy-két olyan balhéja, amiből mégis sikerült talpra állnia. És hogyha itt márkáról beszélünk, akkor itt egy márkaépítés megtörtént? Jelen esetben. Várjál, bocsánat, először megkérdezzük a szakértőt, aztán most rólad beszélgetünk, Sanyi. Ha jól értem, akkor ő elmondta ennek a lényegét az elején. Ő azt mondta, hogy részben tudatos, részben nem tudatos volt az ő építkezése saját márkája vonatkozásában. Azt gondolom, hogy ez nagyon jellemző általában a sportolók, és nagyon sok más híres emberre is Magyarországon. Tehát az a fajta tudatos márkaépítés, amit mondjuk egy amerikai sportolónál, vagy olyan fejlettebb piacokon lévő sportolónál tapasztalunk, amitől ugye
felépültek ezek a nagy világhíres márkák. Magyarországon nagyon keveset lehet találni. Igen, de szegény Sanyi ugye arra értette ezt, hogy ha elmegy a haverjaival inni, akkor már másnap alkoholista lesz ilyen módon, hogy nem tudatosan építkezik, hanem építi valaki őt, a közvélemény hát, is erről igen, nem hát tehet. Azt tudjuk, hogy azért a sajtó szeret sok mindenről beszélni, de hogyha nincsenek mögötte konkrét tények, akkor az emberek ezt nem veszik, hogy annyira komolyan, hiszen szerintem az embereknek megvan az a józan ítélő képessége, hogy mi az, ami kacsa, vagy csak érdekesség, illetve mi az, ami mögött valódi tények állnak, és valóban egy komoly problémát, valamilyen pszichés vagy emberi problémát takar. Sanyi, már csak annyi, hogy neked hány évbe tellett, hogy újra sportolóként tekintsenek rád? Hát én azért hál' Istennek annyira sose romboltam le magamat, hogy de nekem ilyenem azért nem volt. Általában velem kapcsolatban inkább az volt, hogy az emberek mindig általánosítanak. Persze. Most egy küzdősportolóra rögtön rávegek, hát ez egy nem normális idióta. Igen. Ja, hogy itt verekedés volt? Na ez biztos, hogy igen. Ott volt. Na ez biztos, hogy csináltam. Sanyi, mi és szeretünk akkor... téged, és köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. És jó, egy mondatot hagyj érzek még ezzel kapcsolatban. Meg fognak minket gyilkolni. Meg az lehet, de az amerikai piacon, egy jó magyar mondással élve, hogy hát pénzzel könnyű, tehát az amerikai piacon csak ennyi. De itt a magyar piacon mi szépen abból dolgozunk, amink van. Igen. Köszönjük szépen. Köszönjük.